Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Támogatások. Átvették szerződéseiket a sport és civil szervezetek Bonyhádon. A korai meleg időjárás hatása. Idén hamarabb indult be az allergia szezon. Kártevőírtás. Számos fertőző betegséget terjesztenek a patkányok. Választások. Tóth Endre, a Mi Hazánk Mozgalom polgármester jelöltje Szekszárdon. Ünnepélyes keretek között vették át az idei támogatásukról szóló szerződést Bonyhád sportegyesületei és civil szervezetei. Filóné Ferenc Szibolya polgármester azt mondta, az önkormányzat igyekszik minden esztendőben olyan mértékben támogatni a civil és sportegyesületeket, hogy ez biztosítsa a zavartalan működés lehetőségét. Megtiszteljük azokat a szervezeteket a városban, akik már hosszú évek óta, sőt, többen hosszú évtizedek óta működnek, és színesítik, gazdagítják a városunk életét. Ugye ilyenkor egy picit megállunk, és néhány köszöntő szóval megköszönöm az előző éves munkájukat, és az idei költségvetésből biztosított finanszírozásról a szerződéseket ünnepélyes keretek között adjuk át. A keret, amiről beszélünk, a költségvetési rendeletben lett elfogadva február 15-én, ezt követően pályázatokat írtunk ki a szervezeteink számára, mind a sport, mind a civil szervezetek számára. Ezeket a pályázatokat a benyújtást követően a képviselőtestület elbírálta, és a döntések követően van lehetőség szerződéskötése. A kormányzat az elmúlt 5 éves ciklus alatt a gazdasági válság, valamint a Covid-járvány ellenére emelni tudta a támogatási összegeket. Idén a pályázati keretből a civil szervezetek számára 8 millió forint állt rendelkezésre. A sportszervezetek 32 millió forint pénzjuttatást kaptak. A Bonyhádi BFC ebben az évben 5 millió forintból gazdálkodhat. A támogatási összeg legnagyobb részét azt a nemzetközi kupa szereplésünkre fogjuk fordítani, amely, hát hogyha minden esemény részt akarunk venni, akkor közel 30 millió forintot igényel, úgyhogy ehhez még dolgozunk is az egyéb támogatásokon, hogy ez teljes mértékben összeálljon, és megfelelő szinten tudjuk majd képviselni mind Bonyhádot, mind Magyarországot ezen a nemzetközi eseményeken, ami egyrészt a közép-európai kupa, ahova címvédőként fogunk tudni menni, a strandlabdarúgó bajnokok ligája és a klubvilágbajnokság lenne a magyar eseményeken kívül. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége az anyagi forrást a működésük finanszírozására használhatják majd fel. Az idei évben nyilászárókat cserélünk egyes részén a szövetség székházába, és hát gondolom, hogy arra is kell majd, ugye, hogy végül is a munkálatok elvégzése után, hogy azt festeni meg, helyrehozni, úgyhogy valószínű, hogy ezt az összeget erre fogjuk fordítani, tehát működésre, tehát a költségeinkre, illetve ennek a munkának a befejezésére. A település 24 civil szervezete és 14 sportegyesülete kapta meg a szerződéseket. Az idei allergia szezon a meleg időjárásnak köszönhetően az elmúlt évekhez képest korábban kezdődött. Erről és az aktuális betegségekről kérdeztük dr. Schranz Róbert háziorvost. A növényzet által kibocsátott pollenek idén hamarabb jelentek meg a korábbi évekhez képest. Az erre érzékeny betegeknél a tünetek sokkal előbb jelentkeznek, mint ezt korábban megszokhattuk. Ugye a tünetek azok a leggyakrabban a légúti tünetek, ugye a orfolyással, ordugulással járnak, illetve bőr problémák kísérhetnek, és a súlyosabb esetben ugye az asztmára jellemző tüdőtünetek is megjelenhetnek. Az allergia mellett előfordulnak még vírusok és baktériumok által létrehozott légúti fertőző betegségek is. Ezek azonban járványszerűen jelen pillanatban nem jelentkeznek. Azt kell mondanom, hogy a fiataloknál gyakrabban fordulnak elő ezek a légúti megbetegedések, valószínűleg azért, mert a közösségben gyakrabban fordulnak meg az idősebbek. Azonban jellemző az, hogy a nagymamák is időnként elkaphatják, vagy nagypapák, hiszen az unokák hazavihetik ezeket a kórokat. A hirtelen érkezett tavasz és a nagymértékű hőingadozások sem tesznek jót azok számára, akik érzékenyek a légnyomás és időjárás változásokra. Elsősorban a szív- és keringési rendszer megbetegedésében szenvedőket kell megemlítenem. Őnáluk lehetnek problémák, ugye például a szívnél ugye angina jelentkezése lehet, agyi keringés zavaroknál a szédülés, esetleg vérnyomás ingadozások jelenhetnek meg. Úgyhogy ezeknek figyelni kell.
A háziorvos elmondta azt is, hogy a koronavírus már nem gyakran, de még mindig előfordul, azonban a többi vírusos megbetegedéshez képest nem okoz komolyabb tüneteket, így aggódnunk ez miatt már nem kell. Ez egyrészt az oltásoknak, másrészt a COVID vírus átalakulásának köszönhető. Fog Zsuzsanna a Tollamözsi Futsal Sport Egyesület női csapatának játékosa lett a női futsal NB1-es bajnokság gólkirálya. A labdarúgó 28 góllal végzett a lista élén, 6 találattal megelőzve a TFS-e játékosát Balog Noémit. A tolnaiak harmadik helyen zárták a pontvadászatot. Az első negyedik helyek sorsa rájátszásban dől el. Fog Zsuzsannáék a legjobb négy között a Deac alakulatával küzdenek meg a döntőbe jutásért, a párharc első mérkőzését április 6-án szombaton rendezik Debrecenben. Tavaly egész jól álltam már így a gólkirályi cím megszerzésében, de idén sokkal gyengébb ellenfelek voltak, akiknek nagy számban lőhettem a gólokat, és ez segített abban, hogy megnyertem a gólkirályi címet. Nagyon örültem neki, mert nekem is ez volt az első, meg a torna történelmében is ez volt az első, hogy NB1-ben valaki gólkirály lett, és nekem így a pályafutásom alatt még egy ilyen NB1-es cím az hiányzott, úgyhogy ennek így különösebben örültem. A Tolna vármegyei államigazgatási kollégium ellenőrzési és koordinációs bizottsága április 4-én tartotta ez évi első ülését. Az eseményen hangsúlyozták a személyes kapcsolatok szerepét, amely elengedhetetlen a szervezetek közötti gördülékeny együttműködés érdekében. Dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok röviden ismertette az előre elfogadott munkaterv pontjait, a meghatározott ellenőrzési prioritásokat, továbbá a közös ellenőrzések tartalmát és ütemtervét. A szigeterdei lakótoronyban működő bélyeges téglagyűjtemény előregedett kültéri lépcsője helyett a korábbival megegyező lépcső készül ragasztott, szárított tölgy alapanyagból a szükséges felületkezeléssel. A beruházás bruttó 4.746.564 forintból valósul meg, a látogatók április 15-e után vehetik birtokba azt. Sokak számára meglepő lehet, de még a patkányoknak is van világnapja, április 4-én. Kőszegi Dániel, vezető gázmester, a Magyar Kártevői Írtók Országos Szövetségének tagja, vállalkozásával 2008 óta foglalkozik kártevőírtással. Tanácsokat, információkat és módszereket osztott meg velünk. Kihelyezzük az írt ószert, ezekre egyébként térkép is kell készüljön azokon a helyeken, ahol kötelező a védekezés, mondjuk élelmiszeriparba, vagy gyermeknevelési intézetekbe, vagy szállodákba, bárhol. A patkány egészségügyi kártevő, nyálukban, szőrzetükben, ürülékükben kórokozókat hordoznak, amiket aztán továbbadnak. Számos fertőző betegséget terjesztenek. Ez nagyon intelligens az állat, a patkánya. Az egérrel ellentétesen nagyon intelligens, és nagyon hamar megszokik dolgokat, nagyon könnyen hozzánk szokik, és el is tud szaporodni. Az akció rádiusza akár több száz méter is lehet a fészkétől. Az annyit jelent, hogy a táplálékforráshoz akár képes több száz métert is éjszakánként elmenni a fészkétől, és hát ezen belül, hogyha egy jó helyet talál, vagy jobb helyet talál magának, mint ahol korábban élt, akkor ott meg is képes telepedni. A védekezés kötelező ellenük. A szakvállalkozások speciális írtószereket használnak az állatokkal szemben, szigorú előírásoknak megfelelően. Ezeket a biztonság kedvéért mi különböző szerelvényekbe helyezhetjük csak ki, erre szabályosan, és csak így működhet. Ez védi az illetéktelenektől az írtószert, haszonállatoktól, az időjárás viszontagságaitól is, és ezekbe a szerelvényekbe tudják elfogyasztani a patkányok, egerek ezeket a különböző gyomormérgeket. A patkányhelyzet országos szintű probléma, amit nem szabad elhanyagolni. Kiírhatatlan, szóval teljes mértékben nem lehet megszüntetni. Egy egészségügyi szint alá lehet írtószerekkel vinni a patkányok egyet számát a városokban is. Néha több, néha kevesebb külterületekről folyamatosan vonulnak. Ha magánterületeken nincsen írtva, akkor az kijut a közterületre is. Mi szakvállalkozások a csatornahálózatban, a közterületeken kihelyezett ládákkal, valamint a csapadékvízzel vezető csatornahálózatban tudjuk, speciális írtószerekkel, nedvességtűrő írtószerekkel ezeket gyéríteni, ritkítani, de 100%-osan megszüntetni, azt gondolom, hogy nem lehet. A gazdaboltokban bárki be tudja szerezni a kártevőket, elpusztítószereket, ezeknek használata közösségi és egyéni érdekünk is.
Új otthonfelújítási programot indít a kormány 108 milliárd forint keretösszeggel az 1990 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítésére. 1 millió forint önrész mellett maximálisan 6 millió forintos támogatás vehető igénybe, amelynek fele kamatmentes hitel, másik fele vissza nem térítendő támogatás. Olyan ingatlanokra vehető igénybe a támogatás, amelyek rendelkeznek vezetékes gázzal, további feltétel az épület életvitelszerű használata. Nyílászárók cseréjére, a melegvizes rendszer korszerűsítésére, épületek hőszigetelésére és gázkazán cserére használhatják az igénylők. Benke Erika, a Benke Erika szappanműhely kitalálója, alkotója volt a vendége a paksi Pákolic István városi könyvtárnak. Beszélt a szappan készítése indulásáról, ami egy testápoló tömb készítésével kezdődött. Milyen volt az út a teljes doboz szappantól a pontosan megtervezett különböző színű, mintájú szappanokig, melyekhez a szappan mellett az öntőformát is ő készíti saját kézzel? Hogyan lesz az alapanyagokból szappanrecept, mi minden kell, a szappanok, az egyéb termékek és a műhely hivatalos működéséhez? Megemlékezést szervezett a szlovákiai Nemeshódos község és Paksváros önkormányzata a 80 évvel ezelőtt Paksnál lelőtt és lezuhant repülőgép pilótáinak emlékére április 3-án. Az egyik áldozat Csallós Géza, az utolsó élő hozzátartozója, a 77 esztendős Egri Irma is Paksra látogatott a delegációval. A felvidéki katona az ő édesanyjának öccse volt. Elmondta, megnyugvást jelent számára, amikor látja, hogy nagybátyjának itt emlékművet állítottak, azonban érthető okokból nehéz számára Paksra utazni. A megemlékezés koszorúzással zárult. A Mi Hazánk mozgalom bemutatta szekszárdi polgármester jelöltjét, Tóth Andrész. Az eseményen részt vett Dócs Dávid, a Mi Hazánk alelnöke, és Pap Tamás, a párt Tolna vármegyei elnöke is. A Mi Hazánk polgármester jelöltje Tóth Endre, három gyermekes családapa, okleveles villamosmérnök. A szekszárdi képviselő közötti nagymértékű kibékíthetetlen ellentétek miatt úgy látja, a városnak olyan vezetőre van szüksége, aki a különböző gondolkodású politikusokat közös célra tudná irányítani. Én úgy gondolom, hogy az eddigi tevékenységem alapján erre mindig alkalmas voltam, és hát ez minden féleképpen a Szekszárd város javát szolgálná, hogyha olyan képviselők lennének, többek között a Mi Hazánk képviselői, a képviselő testületben is egy olyan polgármester, aki balanszírozni tudja a különféle indítatású képviselőknek a dolgait. A jelölt ismertette a párt városfejlesztési tervét is, amelybe beletartozik például a tömegközlekedés újraszervezése és a helyi kis- és középvállalkozások támogatása is. Úgy látja, a város jelentősen lemaradt a környék nagyobb településeihez képest. Az ingatlanokat, az épületeket, a köztereket, és ugyanakkor az emberek számára meg lehetőség szerint több munkahelyet teremtsünk ebben a városban, és békét, és természetesen azokat a beruházásokat, amiket az előző önkormányzatok nem tudtak befejezni. Utalok itt konkrétan a uszodára, meg a sportcsarnokra, azoknak is végére kellene járni, megfelelő támogatással, mert nyilván az is kell, hozzá megfelelő tervezése, hozzáállással helyre kéne tenni úgy, hogy a szekszárdi lakosok is érezzék ennek a pozitív hatását. Dócs Dávid, a párt alelnöke úgy fogalmazott, akkumulátorgyárak létrehozása helyett Magyarországnak élelmiszeripari nagyhatalomnak kéne lennie. Mi az ENK alapvető filozófiája, hogy végre kiutat találjunk abból a több mint három évtizede tartó politikai iszabbirkózásból, amiben sajnos a két nagy politikai tömb lökte magyar nemzetet és Magyarországot. Mi azt szeretnénk, hogyha végre a saját utunkat tudnánk járni, nem szeretnénk, hogyha hol a keletet, hol a nyugatot kéne majmolni. Azt gondolom, hogy mind a két irányjal meg kell találni a kölcsönös párbeszéden alapuló együttműködés lehetőségét, de semmi esetre sem szeretnénk se a kommunista Kínának mondjuk a hűbéresei lenni, se pedig a egyre romló ideológiával rendelkező brüsszelitáknak a csatlósaivá válni. Mi azt szeretnénk, hogyha Magyarország a magyaroké lenne, és mi ezért dolgozunk a jövőben is. Az idei választások kapcsán a párt célja, hogy a korábbiak helyett lényegesen jobb eredményeket érjenek el.
Én azt gondolom, hogy Tolna vármegyében folyamatos erősödés tapasztalható a mi hazánk szemszögéből. Egyébként ez az egész országban megfigyelhető jelenség. És én azt tudom mondani, hogy ennek megfelelően fog az eredmény is megszületni. Nem szeretnénk százalékokban, nem szeretnénk helyekbe bocsátkozni. Én azt gondolom, hogy derekasan helyet fogunk állni, és a beletett munkának meg lesz a gyümölcse is. Tóth Endre azt mondta, ők nem csak ígérik Szekszárd felvirágoztatását, amennyiben lehetőséget kapnak a választóktól, ezt meg is fogják valósítani. A régió híreivel folytatjuk iradónkat. Utalványok 40 millióért Pécsen. Növekvő hiteltől félti a várost a képviselő. Szüret. Tízezreket vonz a köröshegyi tulipános. Kulancsveszély egész évben. Megelőzést javasol a szakember. Piaci utalványokat nyomtat a pécsi baloldali városvezetés. 2000 idős vagy szociálisan rászoruló pécsi személynek osztanak ki 20 000 forintot érő utalványcsomagot november végéig. Így összesen 40 millió forintot költ a juttatásra a pécsi városháza. Meg kell adni minden lehetséges segítséget az itt élőknek, azonban félő, hogy hitelből osztogatnak a választási kampány miatt, mondja a jobboldali politikus. A szociálisan rászoruló pécsi családok és a 70 év feletti korosztály anyagi terheinek mérséklése érdekében 2024. április 1. napjától 2024. november 30. napjáig rendkívüli önkormányzati támogatás formában bevezetésre kerül Pécsett a piaci vásárlási utalvány, olvasható ebben az előterjesztésben. A Városgazdasági Bizottsága szerdán döntött arról, hogy kitől vásárolja meg a kinyomtatott utalványokat. Összesen 40 millió forintot osztanak majd így szét. Minden olyan forrás, ami a pécsiekhez jut, azt egy jó dolognak tartjuk. Szükség van arra, hogy a lakosságot, az önkormányzat, amivel lehet, azzal támogassa. Az más kérdés, hogy ezek az intézkedések épp a választási kampány nyitányában történnek meg. Jól látszik az, hogy a baloldal gyakorlatilag egy osztogatásba kezdett, és az a kérdés, hogy ennek tulajdonképpen a fedezete az rendelkezésre áll a város kasszájába, nem egy olyan állapotot vesz át a következő testület majd ezeknek az osztogatásoknak a nyomán, amikor kiderül, hogy Péterfi Attila az eddig ismert 16 milliárdosnál is nagyobb adósságba sodorta a várost. Mondja az intézkedésről a jobboldali politikus. Barkóczi Csaba szerint nem igazán jók az előjelek ebben az ügyben sem. A jelek azok abban mutatnak, hogy sajnos ismét arra az útra lépett Pécs, amelyet az előző szocialista városvezetések idején a totális eladósodáshoz és a város tönkremeneteléhez vezető ösvényt jelentették. Gyakorlatilag ebből a spirálból kell majd valahogy kikeveredni. A baloldali önkormányzat elképzelése szerint 2000 személynek osztanak ki fejenként 20 000 forintos utalványcsomagot november 30-áig. Ennek összértéke pontosan 40 millió forint. A piaci vásárlási utalványokat a pécsi vásárcsarnokban, a Hajnóci piacon és a Diana téri piacon lehet majd beváltani. A jó időnek köszönhetően idén a tervezetnél két héttel korábban indult a tulipánszüret Köröshegyen. Ezúttal is egy hektáron szedhető a tavaszi virág, amelyből 48 fajtát és mintegy félmillió darabot ültettek. Folyamatosan készültek a fényképek a színesbe borult Köröshegyi domboldalon. Húsvétkor és a tavaszi szünetben is sokan választották programnak a tulipánszüretet. Székesfehérvárra jöttünk és interneten találtuk az oldalt, ahonnan rá lehetünk, és mai napot rászántuk erre, hogy eljövünk, meglátogatjuk, szedünk otthonra egy kis virágot. Régóta szerettünk volna már jönni, de eddig még nem sikerült. Sajnos, most végre itt vagyunk. Sokan már visszajárók Köröshegyen, így az idei tulipánszüretet sem szerették volna kihagyni. Szép színesek a tulipánok, nekem ez egyik kedvenc virágom, és ilyen különlegesek is vannak, ilyen papagáj tulipán, mindenféle ilyen kis többféle színű érdekesek. Idén is egy hektáron nyíltak ki a színpompás tulipánok Köröshegyen. Gyakorlatilag úgy, mint tavaly, tehát összesen fél millió tulipán van ismét, és ha jó emlékszem, mi 48 fajtát ültettünk el. A fajtákról annyit, hogy szinte ugyanak a fajták, nagyon minimális új fajták vannak, amiket ugye be lehet szerezni, meg ugye a legújabb fajták ugye az mindig nagyon-nagyon drágák, és ugye azt nem lehet tömegbe így árusítani. De gyakorlatilag ugyanúgy van fekete tulipán, ami ugye majdnem fekete, ezt úgy mondják, de tényleg a szivárvány minden színébe, fajtába itt vannak. Azonban a megszokottól eltérő helyre ültették a tulipánhagymákat.
Muszáj itt is a vetésforgó, mint a mezőgazdaságban, mint minden más növénynél. Gyakorlatilag arrébb tettük, most ahogy látszik közel a parkolóhoz, könnyebben megközelíthető, főleg idősebbeknek nem kell nagyobb sétát tenni a területen, és egyből itt vannak a parkolónál. A meleg jó időnek köszönhetően a tervezetnél 2 héttel korábban indult a tulipán szüret. Először, amikor meghirdettük, akkor azt mondom, ha jól emlékszem, 11-ére áprilisra, de nyithattunk volna most március legvégén, tehát egy héttel hamarabb is húsvétkor. Ahogy látszik mögöttem is, gyönyörűen virágoznak. Nagyon sok még a bimbós is, de már hatalmas virágzás, gyönyörű fotókat lehet csinálni most is. A tulipán szüret még a tervek szerint a következő 2 hétvégén is várja a látogatókat Köröshegyen. Lyme-kór és vírusos agyvelőgyulladás a 2 legjellemzőbb betegség, amit a kullancsok terjesztenek. Ezek a vérszívók az enyhe időjárás miatt már koratavasszal is megjelennek. A szakember azt javasolja, hogy zárt öltözettel és rovarriasztó szerekkel védekezzünk a vérszívók ellen, ha túrázni indulunk. Mindenek előtt a megelőzés és a kezelés a legfontosabb. Már elmondható, hogy a kullancsok egész évben aktívak. Az enyhe időjárás előhozza a vérszívókat rejtek helyükről, sőt, már télen is aktivizálják magukat. Ezért egy erdei séta kirándulás alkalmával házi kedvencünkkel együtt könnyen megfertőződhetünk ezektől a vérszívóktól. Tudtuk meg dr. Kurucz Kornélia egyetemi adjunktustól, a PTE Virológiai Nemzeti Laboratórium kutatójától. A kullancsok esetében sem feltétlenül attól kell aggódnunk, hogy rögtön fertőzöttek leszünk, ha egy kullancs megcsíp minket, de a kockázata ott van, hogy egy adott kullancs képes kórokozók terjesztésére. Ezért itt is elsősorban a megelőzést szoktuk javasolni. Ha szabadban tartózkodunk, akkor egy kirándulni megyünk, ahol nagyon-nagyon tipikusan, klasszikus kullancsos területekre megyünk, akkor érdemes olyan ruházatot választani, ami hosszú nadrág, hosszú ujjú felső, és akár a zokniba betűrt nadrág szár, ami elég viccesen tud kinézni, de nagyon praktikus, ha nem szeretnénk, hogy kullancsok tapadjanak ránk. A repellenes szerek, riasztószerek használatát javasolja a szakember. Fontos még egy-egy kirándulás után a bőrt, a testhajlatokat megvizsgálni, ugyanis a kullancs szeret ezeken a helyeken megtelepedni, tette hozzá a biológus. 2 jelentős betegséget terjeszthetnek a vérszívók. Kullancsok által terjesztett betegségek közt szoktuk emlegetni a kullancsenkefalitis vírust, amely ellen védőoltást is lehet kérni. Itt fontos a házi orvossal konzultálni arról, hogy mikor kezdjük el az oltás sorozat beadását, ugyanis érdemes ezt már a nyári csúcs időszak előtt megkezdeni, hogy addigra már a védettség kialakulhasson. Emellett egy baktérium által okozott, úgynevezett Lyme-kór az, ami gyakori esetleg még kullancsok által terjesztett betegségek között. Ez ellen védőoltás nem létezik, viszont gyógyszeres kezeléssel lehet magát a betegséget orvosolni. A kullancsok nagyon jól reagálnak a klímaváltozásra. Az elmúlt években megjelentek Európában elsősorban délebről érkező olyan kullancsfajok, amelyek eddig az európai, ezen belül a magyar faunában nem voltak jelen, mondta dr. Kurucz Kornélia. Ilyenek például a hialóma kullancsok, amelyek eredeti elterjedési területüket tekintve Dél-Európában, illetve Afrika északi részén találhatóak meg, és egyértelműen a melegedő klímánknak köszönhetően ők vándormadarakkal érkeznek Európa középső, akár északi tájaira, és ha már a teleink enyhék és képesek túlélni a téli időszakot, akkor akár megtelepedni és szaporodni is képesek Magyarországon. Maguk a hialóma kullancsok azért izgalmasak és érdekesek kutatói szempontból, illetve közegészségügyi szempontból, mert képesek terjeszteni az úgynevezett krími-kongói vérzéses láz vírusát, ami egy akár 30%-ban is halálozáshoz vezető fertőző betegség. Emiatt nagyon-nagyon fontos odafigyelni ezeknek a fajoknak a terjedésére, illetve folyamatosan vizsgálni azt, hogy esetleg maga a kórokozó jelen van-e bennük. Magyarországon az Ökológiai Központ végez széleskörű monitorozást. A PTE Nemzeti Virológiai Laboratórium kutatócsoportjával közösen vizsgálják a megtalált példányokat, de megnyugtató, hogy egyelőre a vírust még nem detektálták ezekben a kórokozókban, hangsúlyozta a biológus. Végül egy jó tanács. A kullancsok eltávolításának legegyszerűbb módja, ha egy határozott mozdulattal kihúzzuk az állatot a bőrből, tette hozzá dr. Kurucz Kornélia. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Támogatások. Átvették szerződéseiket a sport és civil szervezetek Bonyhádon. A korai meleg időjárás hatása. Idén hamarabb indult be az allergia szezon.
kártevőírtás, számos fertőző betegséget terjesztenek a patkányok. Választások. Tóth Endre, a Mi Hazánk Mozgalom polgármester jelöltje Szekszárdon. Szombaton változóan napos felhős jégkép lesz jellemzőbb. Késő délután este csökkenni, vékonyodni kezd a felhőzet. Eső ekkor sem valószínű. Éjjel többnyire csillagfényes vagy gyengén felhős égbolt, gyenge légmozgás, nyugodt idő várható. Vasárnap és hétfőn már országszerte fátyol felhőzet melletti napos idő következik. Tovább melegszik a levegő, 25 fok köré, egyre több felé, afölé is emelkedik a nappali hőmérséklet. Vasárnap gyenge légmozgással, hétfőn élénk, néhol erős délies széllel lehet számolni. Csapadék nem érkezik. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!